Nem akarom elvenni ezzel a kedveteket, hiszen éppen most adtatok át a kéréseitek, követeléseiteket az EMMI épületében. De én azt gondolom, hogy ebben az időszakban nincsen már tárgyalóasztal. Nincs hova leülni, és ezt nem azért mondom, mert én azt gondolom, hogy így volna jó, vagy én ezt szeretném, mert szeretném a balhét, mert szeretném az estéimet, az éjszakáimat kint az utcán tölteni, hanem egyszerűen az a nagy fájdalmas igazság, hogy igazából ez a kormány nem akar tárgyalni senkivel. Legfeljebb azzal akar tárgyalni, akitől pénzt akar a saját zsebébe, a képviselői zsebébe. Tehát ez volt az oka annak, hogy úgy láttuk, hogy nincsen más lehetőségünk, mint tüntetni. És akkor azt vettük észre, hogy mások is így gondolják, és akkor egyre több tüntetés szerveződött, egyre több szónok jelent meg, ami csodálatos volt látni, hiszen ez is egyfajta ilyen társadalmi edukáció, hogy észreveszünk, hogy igenis felemelhetjük a fejünket, kimondhatjuk a gondolatainkat, bevállalhatjuk a véleményünket, bevállalhatjuk a dühünket, kimehetünk az utcára, és így tovább. Ez egészen új jelenség a magyar demokrácia történetében, elkerülhetetlen, szükségszerű, rendkívül fontos. Ugyanakkor azt is láttam, hogy ahogy egyre több tüntetés szerveződik, egyre több felé esik szét az a társaság, akik ezekre a tüntetésekre járnak. Ezek az emberek elkezdik egymás tüntetéseit véleményezni, elkezdik mondani, hogy hát az nem volt valami jó tüntetés, a másik jobb volt, itt többen voltunk, ott kevesebben voltak, biztos nem jól szervezték, és így tovább. Én azt gondolom, hogy ezt nem tehetjük meg, nem engedhetjük meg magunknak azt a luxust, hogy elkezdjük egymást ilyen formában véleményezni. Ne felejtsük el, hogy egy tüntetés az nem egy szórakoztatóipari termék, nem egy színházi előadás, vagy valami hasonló. A tüntetésre nem azért jár az ember, melyeket olyan baromi jól akarja érezni magát, hanem azért, mert szükségszerűnek érzi, mert fontosnak érzi. És ebből a szempontból rendkívül fontosnak tartom a szolidaritást. A mi szolidaritás sokkal fontosabb, mint mondjuk éppen az adott ízlésünk vagy érzetünk egy adott tüntetése kapcsolatban.